Sziasztok! A következő Echo horgászat részt látjátok, ami nem más lesz, mint egy halállomány felmérő horgászat. Miért is mondom ezt? Jelenleg a Hortobágy folyón horgászom, a 9 lyukú híd alatt, de még a sportvíznek nevezett vízterület fölött. Miért is halállomány felmérő horgászat ez? A Hortobágy folyón és az ezzel a vízzel kapcsolatban lévő vízterületeken horgászó pecásoknak szerintem nem kell elmagyaráznom, hogy mi történt az utóbbi hetekben. Az történt, hogy nem tudom pontosan, én is csak a hallottak alapján tudom ezt mondani, hogy Romániában az egyik folyóba, csatornába beleengedték a szennyvizet elég nagy mennyiségben, ami itt kötött ki ezen a vizen, és ezáltal hatalmas vízpusztulás. Ezáltal hatalmas halpusztulás volt. Igazából ez több hétig tartott, amíg levonult ez a szennyvíz, belvíz, nem is tudom, hogy mondjam, mivel hogy a hajdubihari kormányhivatal be is szüntette a horgászatot ezen a vízen egy jó pár nap erejéig, arra hivatkozva, hogy a vízbe engedett belvíz hatására olyan oxigénhiány lépett fel, ami okán pusztulnak a halak. Biztos ez is így van. A konkrét okát én sem tudom pontosan. Lényeg az, hogy amíg ez a akármitnek is nevezzük, le nem vonult a vízen, addig ez a víz nagyon büdös volt, fekete, kávészínű, habos, nem beszélve a rengeteg dögről, ami sajnos a vízben megfulladt halak okozták. Rengeteg nagy harcsák, ilyen 40 kilós, akár még nagyobb méretű harcsák, pontyok, amúrok, süllők alkották ezt a elpusztult haltömeget. Most jelenleg egyébként nem tapasztalok semmi olyat, ami erre emlékeztetne. Igazából még most dobtam be, és már fogtam is egy keszeget, egy 20 dekás körüli karika keszeget. Horgáztam már ezen a vízen, bár nem sokat, de van tapasztalatom, hogy mennyi idő alatt milyen halakat lehet fogni. Főleg most egy átvonult, sok esővel tarkított hidegfront után vagyok, szóval biztos, hogy meg kellett, hogy mozgassa a halakat. Délután 3 óra van, úgyhogy meglátjuk, hogy mit tudok fogni. Lényeg az, hogy dögöt már nem látok, a víz is megfelelő, úgy folyik, ahogy szokott, a víz minőségen nem látok nagymértékű romlást jelenleg, de már egyébként levonult, és már engedélyezett a horgászat. Nem mellesleg már július 26-a van, szombati nap. Úgyhogy ebben a videóban fogjátok látni, hogy jelenleg hogy áll a víz. És akkor most meg is mutatom, hogy pontosan hogy néz ki a víz. Valójában így szokott kinézni. Arra van a sportvíz, az egy ilyen szélesebb, igazából háromszor ilyen szélesre kinyíló vízterület. Igazából innen egy 50 méterre, 30-50 méterre már az van. Itt van egy kis öböl, és be van élesítve az egyik bot. Szóval nincs dögszag, nem látok dögöt, meglátjuk.
Na és akkor hogy próbálom a halakat ma becsapni? Az egyik boton egy teljesen egyszerű szerelék van. Egy inline kosár, aminek a végén nincs semmi más, mint egy horog és egy pufi. Ezt valójában azért használom így, mert arra vagyok kíváncsi, hogy az apró halakból, az apró keszegekből, kárászokból mennyi maradt meg, vagy egyáltalán érzékelem-e a hiányukat. Mivel hogy ez így lebegni fog, így az etetőkosár feletti részen portyázó halak, amik rögtön rávetik magukat ugye az etetőkosár tartalmára, azok ezt fogják húzogatni, mozgatni, ezáltal fogom látni a bot spiccén, hogy mennyi hal van az etetésen, vagyis igazából nincs etetésem, nem alakítok ki etetés, hanem az etetőkosár körül. Ezzel az az egyik célom. A másik pedig egy egyszerű metód szerelék, metód kosár, és rajta egy kis penettone ízesítésű kis wafter csali. Egyébként az etetőanyag is penettone, úgyhogy ezzel próbálkozok. Egy kis érdekességről szeretnék beszélni, ami nem más, mint a hasonló vízterületek partján gyakran előforduló vadszilva, bokrok igazából, ezek cserjék. Van ilyen lilás-pirosas verzió, meg ott lehet látni, hogy van sárga verziója is. Annyit kell erről tudni, meg hogy miért is beszélek erről. Egyrészt azért, mert voltam már olyan horgászok mellett, akik mellettem horgáztak, és gyerekkel voltak, és nem engedték a gyereknek, hogy megegye ezt a szilvát, mert hogy ez mérgező. Nos, ez egyáltalán nem mérgező, sőt, kifejezetten finom. Nyugodtan lehet enni. És itt van a vízparton közvetlenül. Sőt, ami még izgalmas lehet, az az, hogy ott, ha szembe megnézitek, ott is van a sárga fajtából egy egész jól termő bokor, és alatta közvetlenül ott a víz. Az most eléggé ott szélen van, viszont ugyanilyen bokor lehet akár olyan részen, ami alatt elég mély a víz, és a jól megért, félig rothadt szemek belesnek a vízbe, és az amúr elég könnyen rá tud állni, és ott gyönyörű példányokat lehet fogni, úgyhogy mindenképpen érdemes figyelni erre is. Nem mellesleg ugye arról, hogy itt biztos, hogy nem találkozik permetszerre, meg semmilyen vegyi anyaggal, úgyhogy még bioszilvának is mondható.
horgászat közben még pontosabb információkhoz jutottam, mégpedig az egyik halőrtől, hogy a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal nem véletlenül írta határozatba oknak, halpusztulás okának a belvizet, mert volt ez a román szennyvizes mizéria, viszont ez a lentebbi szakaszt érintette. Ne haragudjatok, de rengeteg a szúnyog. Az itteni halpusztulás oka valóban a belvíz volt, ami pedig azért történt meg, mert ugye most mászik a szúnyog például a kamerán. Lassan kimászik a képből, hát rengeteg szúnyog van, ez ebből is látszik. Menj már onnan. Na szóval, a nyár eleji esőzések hatására ugye a növényvédő szereket és a műtrágyát belemosta a víz a folyóba, be a Hortobágy folyóba, és ez okozta a halpusztulást. Viszont a horgászatból kiderült, hogy szerencsére nem olyan nagy a probléma, mivel a halőrtől megtudtam, hogy a mai napon pontyot is amúrt is fogtak. Nekem sajnos pontyot nem sikerült, nem is igazán horgáztam rá kifejezetten, meg ebben a 3 órás horgászatban nem is sok ideje volt, viszont jó pár darab kárászt, keszeget fogtam. A bedobás utáni pillanatokban, amíg az etetőanyag még ott volt a kosár körül, rengeteg mozgás volt a spiccen, tehát hogyha nem húzta el, akkor is látszott, hogy sok a hal a csali körül. Úgyhogy szerencsére nem nagy a baj, van benne hal továbbra is, lehet nyugodtan horgászni. Kérdés az, hogy mennyire ehető jelenleg ez a hal, mondjuk nem véletlenül engedték meg a horgászatot, gondolom nincs velük probléma, de én azért egy pár hetet biztos várnék azzal, hogy még egy szúnyog. De szóval biztos várnék azzal, hogy jó szívvel elfogyaszthatnám, vagy elfogyasszam a halat belőle. Úgyhogy nyugodtan gyertek horgászni, ha bírjátok a szúnyogot, sziasztok!
már éppen pakoltam össze, mikor mégiscsak beugrott az a ponty. Jó messze próbáltam eldobni, és az az érdekesség, hogy pont arra a szerelékre jött, ami semmi más nem volt, csak egyetlen pufi. Amit ugye azért csináltam, hogy lássam, hogy van-e halmozgás valójában a etetés, etetőanyag körül. Viszont ez már bent volt jó ideje, úgyhogy etetőanyag nem volt már biztosan a környéken sem. Már a másik botot vettem, kipakoltam össze, már a többi holmimat összeszedtem. És mire oda néztem, már a bot karikában volt, és egy gyönyörű szép olyan két és fél kilós nyurgatestű ponty volt, úgyhogy ez még jobban bizonyítja az állítást, hogy szerencsére maradt még benne hal. Sziasztok!